Jézus tanítványai közül, akik szavait hallották, többen azt mondták, kemény beszéd ez, ugyan ki hallgatja. Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. A lélek az, ami életre kelt. A test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek. Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta. Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha csak az atya meg nem adja neki. Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus ezért a 12-höz fordult. Ti is el akartok menni? Simon Péter ezt válaszolta neki. Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Jézus totálisan tisztában van az ember természetbe ágyazottságából fakadó szükségleteivel. Éppen ezért nem akarja éhezni hagyni övéit, azokat, akik hallgatósága részét képezték. A csodálatos kenyérszaporítás után vagyunk, ugyanis a korábban hallott evangéliumi szakasz szerint. Amikor is Jézus már nagy népszerűségre tett szert, rengetegen követték őt, hiszen megszaporította a kenyereket, jól lakatott sokakat. És várták volna tőle ezt, hogy folytassa. Hogy mindig azok, akik is vele vannak, ebben a, ha úgy tetszik, jutalomban részesüljenek. Hogy jól lakhatnak. De Jézusnak más a küldetése. Nem ilyettén mód akar jól lakatni bennünket. Nem jólétet hirdet számunkra, hanem kiderül, és erről is szót ejt, hogy ő az örök élet igéit akarja adni. És végül pedig lent, hát tisztában vagyunk vele, hogy ez egy eukarisztikus előkép, a csodálatos kenyérszaporítás története, a saját testét adja övéinek. Tanúi lehettek övéi akár csodatetteinek, gyógyító cselekedeteinek, ugyanígy annak is, hogy ugyancsak három alkalommal, de halottakat támaszt fel. És a csodálatos kenyérszaporítás is ide tartozik. Ilyettén mód Jézus mellett lenni, ha úgy tetszik, jó vállalkozást, egyfajta biztos pont megtalálását jelenthette. Sokan ezért is választották a mellette való létet. Ugyanakkor Jézus nem titkolózik a tekintetben, hogy aki ki akar mellette tartani, annak vállalnia kell a vele való mind teljesebb közösséget. És ez magában hordozza a kihívások vállalását, akár a szenvedések elviselését is. Jézus éltéből részesülni azt jelentette, hogy vele voltak a természetben, övéi, hallgathatták őt, és vele voltak úgy, mint az apostolok állandóan. Az azt jelenti, hogy együtt folytatták a mindennapjaikat. És éppen ezért állhatott elő az a helyzet, miszerint jobban az ő apostolai értették meg tanítását. Sokan pedig len, akik elvárásokkal voltak csupán irányába, azok tőle elfordultak. Ma is megeshet ez, nem új keletű a történet, nem is csak régies, hanem ugyanígy viszonyulhatunk úgy is Krisztushoz, mint az ő misztikus testéhez, az egyházhoz, azaz, hogy annak irányába elvárásokat támasztunk. Esetleg szolgáltató egyházat várunk. Esetleg azt reméljük, hogy Jézustól csak kapunk, és igazunk is lehet, de amikor mégsem úgy következik be valami, ahogyan mi azt vártuk, elvártuk volna tőle, akkor lehet, hogy csalódás ér bennünket. Ezt az érzést senki el nem vitathatja tőlünk. Ez jogos is lehet. A kérdés az az, hogy ekkor is kitartunk-e mellette. Azaz, hogy a hűségünk a csalódottság érzetén túlmutat-e. És ez a hűségünk pedig len a Krisztussal való személyes kapcsolatunkból fakadhat, amit az egyházban, Krisztus misztikus testéhez csatlakozva, mint tagok élhetünk meg a maga teljes valóságában és az eukarisztikus közösségben, hogy elfogadjuk, miszerint ő az oltári szentségben, hogy a saját testét adta értünk, a saját éltéből részesített bennünket, úgy
akar táplálni minket, az ő kegyelmével akar elhalmozni bennünket. Jézus éltéből részesülni pedig azt jelenti, hogy hűséggel vállaljuk a vele való mind teljesebb közösséget, azaz vállaljuk az értünk hozott áldozatát is, mert egyelőre nem mi hozunk érte áldozatot, bármennyire is sokszor így érezzük talán, hanem elfogadjuk az ő és értünk vállalt áldozathozatalát, hogy az éltét adta értünk, hogy nekünk életünk legyen vele. Közösségben örök éltünk. Amen.